nézzük is meg, hogy hogy kell kitölteni helyesen egy pénztár jelentést. Egyébként ez kicsivel nehezebb feladat, de ha valaki sokat gyakorolja, akkor meg lehet azért csinálni. Nézzük is meg! Pénztárzárás. Ön a Csoki Kft. harmas számú boltjában pénztáros. A mai napon az alábbiak történtek. 1570 forintot tévesen ütött be, ez a tévesen ütött be, ez nem más, mint a, ide is írom felőre, Storno. Egy vevő visszahozott egy árut, ez a visszáru, amelynek ellenértékét 5400 forintot visszavette. Az egyik vásárló 1600, 16 forintos, bocsánat, tehát 16.000 forintos utalványjal fizetett. A tanulóknak ösztöndénként 57000 forintot fizetett ki munkabérként. Az egyik szállítótól 32.600 forint vett tárut, amit a pénztárgépből fizetett ki. Záró állás előtt a vezető lefölözte a kasszát 500.000 forinttal. Egyéb adatok. Pénztárgép záróállása 864 ezer forint, pénztárgép nyitóállása 249 ezer forint, előző napi maradvány 854 ezer forint. Kosszában lévő pénzkészlet 7 darab 5 4 darab 2 13 darab ezres, 2 darab 500 10 darab 200-as, 20 darab 100-as, 6 darab 50 es 10 darab 20-as, 100 darab 10-es, 8 darab 5-ös. Itt kell egyébként nagyon számolni, de kezdjük is akkor először a könnyebbikkel. Tehát gazdálkodó szervezet megnevezése, ön a Csoki Kft. 3. számú bolytjában dolgozik. Tehát Csoki Kft. 3. számú, számú bolytja a mai napon, tehát 2020. 10. hó 30-án. És akkor kezdjük is először a bemásolgatásokkal. Pénztárgép záró állását azt tudjuk. Hiszen itt van kiírva 864 ezer. Tehát. Tehát 864 ezer. Ezt ide beírtuk. Pénztárgép nyitó állása. 249 000, tehát 249 ezer. És akkor most, amit még tudunk, a storno-t még tudjuk, ugye ez 1570. mindjárt kikeressük a storno. Itt van lavonás tornó Tehát 1000, 570. Visszavett áru, ez a visszáru. Egy vevő visszárut. Egy vevő a visszahozott egy árut, amelynek ellenértékét 5400 forintot visszaadta. Tehát visszahozott egy árut, az nem más, mint a visszáru. Tehát visszáru volt 5400 forint. Tehát vissza, visszavett áru 5400 forint utalványok. Nézzük is a... Az egyik vásárló 16 ezer forintos utalványjal fizetett. Tehát akkor utalványok 16 ezer. Visszaváltott üveg, ugye itt a szövegkörnyezetben nem volt, tehát ezért nulla. Mit tudunk még esetleg? Amit még fontos, az az áruvásárlás. Azt még tudjuk, hiszen az egyik szállítótól 32.600 forintért vett áru. Tehát az az áruvásárlás. Tehát 32.600 munkabér. Ugye ez a diákoknak az ösztöndíj. 57 ezer. Tehát 57 ezer forint. Központnak befizetve, vagy központnak kifizetve. Központnak befizetve, ugye ide kell írni a fölözést. Tehát a központnak befizetve ez a fölözés. Tehát a zárás előtt a vezető lefölözte a kasszát 500 ezer forinttal. Tehát 500 000 forintot ide beírunk. Tehát még egy fölözés nem volt, egyéb esemény nem történt. Tehát ez 0-0. Nulla, nulla. Tehát jelenleg a megadott adatokból ezt tudtuk kiszámolni. Illetve még ki kell számolnunk a kosszában lévő pénzkészletet, amit ugye itt találunk. 7 darab 5000-es, 4 darab 2000-es. Tehát ezt ide mellé jövöttjük. Tehát 7 szer 5000 az 35000. 4 2000, tehát 4 szel 2000 az 8000. 13 ezer. 1000. az ugye 13 ezer. Két darab 500-as, az 1000-es, 10 darab 200-as, az 2000, 20 darab 100-as, az 2000, 6 darab 50-es, az 6 szor 50, az 300. 10 darab 20-as, az 200. -as. 100 darab 10-es, tehát 1000. 8 darab 5-ös, az 40. De ezek kiszámoljuk. 40. Tehát már meg is vannak, és akkor ezt az egészet összeadjuk és összesítjük a kosszában lévő pénzkészletet. Tehát 35 ezer plusz plus plusz 13 ezer, plusz 100, plusz 2000 plusz. Megint 2000 plusz 300 plusz 200 plusz 1000 plusz 40. Az 62540. Tehát összesen 62540 forint van a kaszába. Akkor számolgassunk is. Szépen sorrendben. Pénztárgép szerinti bevételt. Hogy tudjuk kiszámolni? Tehát a 864 ezerből levonom a 249 ezért. Tehát a záróállásból levonom a nyitóállást. Tehát záróállásból itt Az állva állásból levonom a nyitó állást Tehát akkor 864 ezer ből 249 ezer. 864 ezer ből 249. Ezer. Az 615 ezer. Tehát 615 ezer lesz a pénztárgép szerinti bevétel. És a következő az egyszerűbb lesz, hiszen ugye a pénztárgép szerinti bevétel 615 ezer pénztár összesítő szerinti bevétel pedig ugye nem volt ilyen bevétel összesen tehát a bevétel összesenhez be kell írni hogy 615 ezer be is írtuk pénztár összesítő szerinti bevétel nem volt, ezért ugye pénztárgép szerinti bevételt átmásoltuk szinte. Tehát a pénztárgép szerinti bevétel úgy jött ki, hogy 864 ezerből 249 ezerre levontunk, és kijött, hogy 615 ezer a pénztár szerinti bevétel. Ezt átmásoljuk, a bevétel összesen rublikába. Utána, ugye láthatjuk a storno blokkot, a vissza, visszavett árut, az utalványokat, a visszaváltott üveget, és ezt ide fogjuk összesíteni, összeadni. És utána haladhatunk tovább. Na csináljuk! Tehát 1570 plusz 5400 plusz 16 Ezeket összeadtuk, az 22970. Tehát 22970. Ez itt az összesítés. Következő nettó bevétel. A nettó bevételt úgy tudjuk kiszámolni, hogy a 615 ből levonjuk a 22.970-et. Tehát akkor nézzük is. Tehát 615 ezerből 22.970-et levonunk. Tehát ez a net nettó bevétel úgy jön ki, hogy a bevétel összesemből, tehát ebből az adatból, ami egyébként ugyanez az adat, mint a pénztárgép szerinti bevétel, tehát a 615.000-ből levonjuk ezeket a, a sztornókat, a visszavett árut, az utalványok összegét, tehát a 22.970-et, tehát 615.000-ből levonjuk a 22 000 975. Számoljuk is akkor ki, tehát 615.000 bőr 22.970 az nem más, mint 592.030 tehát ezt másoljuk is be, tehát 595.030. számoltuk szépen. Tehát 615.000-ből, tehát a bevétel összesenből levontuk a visszaváltott tüveget, meg az ilyesmi összegét, tehát a 22.970-et, és így kijött, hogy 595.030. Előző napi maradvány, Ugye ezt a maga a feladat adja meg. Tehát akkor olvassuk el a feladatot, mert ezt ugye elfelejtettem ö, beírni. Előző napi maradványt itt találhatjuk, tehát 85400. Tehát 85400 lesz az előző napi maradvány. Akkor összesítsünk. Tehát azt úgy kell, hogy ehhez az 595.030-hoz hozzáadjuk az előző napi magadványt. Tehát akkor 595.030-hoz hozzáadjuk az előző napi maradvány, tehát 85.409. Tehát 590 5030-hoz hozzáadjuk a előző napi maradványt. Tehát 595.030-hoz hozzáadjuk az előző napi maradványt, tehát 85.409-et és 680.439. Tehát ki is jött a végeredmény 680.439 Következő. Ugye ezek a áruvásárlás munkabér központnak befizetve, stb. Egyéb dolog nem történt, ezeket ugye ide nullát beírunk, hogy nem volt több befizetés, egyéb dolog nem volt. Ezeket, amit itt találunk, összesítjük ebbe a rublikába, tehát összeadjuk. Tehát 326 és 32.600, bocsánat, nem 326.000, hanem 32.600, plusz 57.000, plusz ugye még a fölözés, tehát 500.000. Az 589.600. Tehát 589.600, be is írtuk ezt összesítettük ide. Tehát összeadtuk a 32.600 plusz 57.000 plusz 500.000 az 589.600. Akkor pénztár egy eleget fogjuk kiszámolni. Az nem másként lesz, mint hogy, ugye, ezt a 68 680.439-et levonom az 58 589.600-ból. Tehát 680.439-ből levonom, az 589.600-at, és így jön ki a pénztár egyenleg. Tehát, akkor nézzük is, tehát 680.043-ból és 680.439-ből 589.600-at levonok. 589.600. És akkor már is kijön a pénztár egyenleg. Tehát az összesítésből, ami itt a, ebbe a sorba van, ennek a sornak a végén van, tehát 680.439-ből levonom ezt az első adatot, és kijön a pénztár egyenleg. Na számoljuk is akkor ki, tehát 68.439-ből 589.600. Az 90.839. 90.839. Be is írtuk. Pénzkészlet összesen. Ugye most kell az, amit ugye kiszámoltunk. Itt. Ez a kasszában lévő pénzkészlet, ugye összesen 62.540. Tehát 62.540-et beírjuk. Majdnem meg vagyunk, most már csak meg kell állapítani, hogy többlet van, vagy hiány van, és annak az értékét beírni. Tehát a töbletet az, vagy a hiányt úgy kell kiszámolni, hogy ebből az adatból levonom ezt az adatot. Tehát az előző kettő, tehát mindjárt mondom, tehát 90.839-ből levonom a 62.540-t. Tehát 90.839-ből ott 2.540, az 28.299. 28.299 tehát ez azt jelenti, hogy a pénztár egyenleg az 90.839-et kér, na de nekünk csak 62.540 van. Tehát itt ebből tudjuk kiolvasni egyébként. Tehát a pénztár egyenleg 9.839 forintot kér, de itt a kasszában, 62.540 van. Az azt jelenti, hogy itt, amit kiszámoltunk, ez a 28.299, az azt jelenti, hogy hiány van. 28.299 forintos hiány. Tehát füzető hiány van. Elég tetemes összeg. Egyébként ennyi eltérés nem lehetne a való életbe. De amint látjuk, itt ebben a pénztár jelentésnél volt. Tehát hiány. És a pénztáros aláírása. Pénztáros. Kálmán. Boldvezető aláírása. Vezető. János. Például. Tehát kiszámoltuk a hogy hogyan kell egy ilyen pénztárjelentés, pénztárzárást csinálni. Ugye bonyolultnak tűnik, meg kicsikét az is, de aki sokat gyakorolja, az belejön. És akkor beszéljük át még egyszer, hogy mindenki érse, megértsé így a végére, hogy mit mér. Pénztárgép záró állásával kezdjünk, ugye ez ide van írva. Pénztárgép nyitó állása, az szintén ide van írva, és a pénztárgép szerinti bevételt úgy számoltuk ki, hogy a záró állásból, tehát 864.000-ből levontam a 249 et így jött ki a pénztárgép szerinti bevétel. Utána a következő rublikát ugye kihagytuk, és a bevétel összesenhez beírtuk, ezt az előzőt, amit kiszámoltunk, ugye ennek a kettőnek a kivonásából. Tehát 864 ezerből 249 ezer, és kijött, hogy 615 ezer, és aztán 615 ezer-t ide beírtuk. Levonás store, no Block 1575, ugye itt írta, hogy 1570 forintot tévesen ütött be. Tehát az lejön belőle. Visszavett áru ez a vevői visszáron tehát amelynek ellenértékét, a, egy vevő visszahozott egy árut, amelynek ellenértékét, a 1400 forintot visszaadta, tehát ezt ide beírtuk. Utalványok, ez megint szintén a szövegkörnyezetből jött, hogy az egyik vásárló 16000 forintos utalványra fizetett, azt ide beírtuk. Visszaváltott üveg nem volt, ezt kinulláztuk. Ezt az 1570-et, az 5400-at, a 16000-et összeadtuk, és kijött, hogy 22970. Utána a nettó bevételt már számolhattuk is, úgy, hogy a 615000-ből, amit itt számoltunk ki, itt ebbe, levontuk ezt az első értéket, tehát a stornot, meg az ilyesmit, és kijött, hogy 595030. Előző napi magadvány szintén a szövegkörnyezetből került ki, mert itt írja 854 ezer. Bocsánat, 85.400 85 elnézést. Tehát itt írja 85.400, és a 85400 at beírtuk, utána összesítettünk. Ugye az 595.030-hoz hozzáadtuk a 85.409-et. Mert ez volt az előző napi maradvány. Így jött ki a 680.439. 680 Tehát ehhez az 595.030-hoz hozzáadtuk az előző napi maradványt. És így jött ki. Áruvásárlás, ez szintén a szövegkörnyezetből derült ki, hiszen 32.600 forint érvet ezt ide szépen bemásoltuk. Munkabér, ugye itt most jelenleg a, ugye a tanulóknak ösztöndíj, ugye azt írta, hogy 57 ezer ezt ide bemásoltuk. Központnak befizetve ez nem más, mint a fölözés, tehát ezt fölözni kellett. A, a, ez a fölözés, tehát 500 ezer forint, ez szintén a szöveg környezetből derült ki. Több befizetés nem történt a központnak, egyéb esemény egy nem történt, tehát összesítettük, tehát 589.600, az úgy jött ki, hogy a 32.600-hoz, meg az 57.000-hez hozzáadtam, ezt még az 500-hoz, tehát ezt a hármat összeadtam, és kijött, hogy 589.600. Pénztár egyenleg, meg úgy jön ki hogy 680.439, amit így számoltunk az előzőbe, tehát az összesítésbe, levontam ezt, ami most jött ki. És kijött, hogy 90.839. 98, kijött ez az eredmény. Mivel a 680.439-ből levontam az 589.600, tehát ezt. Ezt Levontam ebből. is ebből vontam ki ezt, és kijött ez. Következő. Pénzkészlet összesen, ugye a kasszába lévő pénzkészlet, ezt ugye már az elején kiszámoltuk, hogy mennyi, beírtuk. Következő. Ebből az értékből, ami ugye itt kijött, tehát 9839, levontam, a pénzkészletből. Tehát 9839-ből 62.540, és kijött, hogy 28.299. Mivel 90 ,000 et kér itt a, kassa, vagy 90.839, 90, de nekünk itt bent 62.540 van, ezért 28.299 forint hiány lesz. És nagyjából így kell akkor egy pénztárjelentést megcsinálni. Remélem érthető volt, és remélem hasznos volt. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást kívánok!